Gárdonyi Géza, Barta, Hazafelé című versét mondja el Cetrő Szabolcs a 4. A-osztályból. Majd ismét zenével folytatjuk. Telemann E-dur koncertóját játsszák Kelemen Boglárka, Rokonai Petra, Matuska Réka, Szűcs Júlia. Tanáruk Matuska Réka. Gárdonyi Géza, Útban a hazafelé. Honnan jöttek a magyarok épp most 1000 éve? Honnan jött a nagy üstökös csillag fel az égre? Honnan jön a földrengető villámszóró vihar? Európa kapujánál áll tengernyi magyar. Európa kapujánál sisakertő fénylik. Kik vagytok és mit akartok? Remegéssel kérdik. Attilának unokái, örökünkbe szállunk. Adtok nekünk szabad utat, vagy magunk vágjuk? Összedugja sápat fejét a muszkák sok vénye. Adunk nektek szabad utat, Isten legszebb népe. Adunk nektek szabad utat Kijev városáig, tovább aztán, hogy mehettek, majd otthon megválik. Megindul be a magyar nép tengernyomogyárja, mint egy ezüstnádas csillog a sok kard és tárta. És közepén, meg mintha lengő rózsasziget volna, a szép magyar asszonyokat ökör, bivaj vonja. Asszonyokat, gyermekeket szőnyeges szekéren, még a nap is, hogy letekint, mosolyog az égen. Lódbörgés, fegyvercsörgés, dal, zene és lárma, csengőcsengés, kacaj beszéd, kürtök harsonája egy zsivajjá elegyíti a sereg két szárnyát. Elől megyen fehér lovon a hatalmas Árpád. Hánya veti gőgös ember a kievi herceg. Alá néz a bástyájáról, s imígyen henceg. Lóduljatok vissza innen, kutya meg a mája, az én földem nem országút, hogy mindenki állja. Megáll Árpád a fal előtt aranyos ruhában, reszket a nagy gyémánt forgó ezüst sisakjában. Ént, s elnémul mögötte a hadak minden sora. Ez a nép csak előre megy, visszafelé soha, s ahol országút még nincsen, majd tapos magának. Így szól Árpád, mennydörgés volt a hangja szavának. Kardja villant, s a sereghez így kiáltott. Rajta! Fölviharzott a förgeteg, s szállt ezernyi szabja. A hátcsókon, mint a méhek gomolygó tömege, ellepték a vár falait, nyűsögtek fölfele. Ember embernek a hátán, a tégla se látszik, ilyetében a sok muszka a pincébe mászik. Rajta! Kiállt a herceg is, de a katonái alig bírnak félelmükben a lábukon állni. Döng a kapu, omlik a fal, remeg még a föld is. A kievi herceg arca sárga is, meg zöld is. Kapkod ide, kapkod oda, üssétek, verjétek! Fogadott kun katonái voltak, csak vitézzek. Kirohantak a kapu, és rá a magyarokra. Küzdött a két bátor sereg összekavarodva. Sokan voltak ám a hunok, s mind markos lekények. Mögöttük a muszkák is most fegyverre kelére. Hullott a nyíl, mint a zápor, csattogtak a kardok, s a szörnyű nagy csatázás egész délig tartott. Mikor a nap delelőre megállott az égen, a herceg már ott könyörgött Árpád előtt térdel. Ott könyörgött Árpád előtt kezét összetéve, ne vedd el az életemet, magyarok vezére! Árpád büszke pillantással mérte őtet végig. Te leszel a kalauz, Attila földjéig. Itt egy kicsit megpihentek, lovat abrakoltak, maguk is a bográs mellett vígan falatoztak. Ami adót hamarjában Kijevre vetének, három arany jutott abból mindegyik vitéznek. Három arany! Meg egy kulacs, tüzes, nemes óbor. Egy némelyik legénykének sok is volt a jóból. Amikor a kieviek visszatakarodtak,
előálltak vezérei a szétvert kunoknak. Dicső Árpád, béke velünk, imígyen szólának, láttuk, nem fajult el vére a nagy Attilának. Hazák nagyok vagyunk mi is, bolygó zsoldos népe. Csatlakoznánk zászlód alá, ha meg nem vetnétek. Felelt Árpád, derék kunok, mind szájuk vitéze, mint testvérek jöttök velünk, s nem mint zsoldos népe. S ha Attila földjét majd a magyar elfoglalja, ti néptek is örök helyet kerekítek rajta. Tas vezér a kürtjébe fújt, indulót jelezte, Árpád lovát vezette az alázatos herceg.
Következő műsorszámunk Haydn és Mozart dalok következnek a 4. osztályos szolfés csoport előadásában. Énekelnek Vakai Karin, Szigetvári Cecília, Ludwig Domonkos, Berecki Bella, Dragon Viktória, Mohácsi Viktória és Bácskai Tamara. Zongorán kísért tanáruk Müller Erika. Thank you.
Játssza Horváth Gergely zongorán, felkészítő tanára Bálint Ibolya.
Gergőnek, és következik Bakai Karina hatodik végből, egy prózát fog előadni. Kérem, hallgassák figyelemmel. Utána Piri Anna Mária következik, zongorázni fog nekünk a nyolcadik B-ből. A Víz hangjai címmel saját szerzeményét játsza zongorán, ami egy improvizáció. Ki meséli Dasnádi? Idők után a körző titka. 11. rész, lebukások részlet. Az ajtón csendes kopogtatás hallatszott. Nem is kopogás volt az, inkább kaparáztás. Apa azonnal felugrott és bekiáltott Hannához. Hadd csak, majd én megnézem ki az. Hanna a plafonra bámult. Nagyon is sejtette, honnan fúj a szél. Amióta anya rendszeresen ezúttal tanfolyamra jár károlyozni, apa csak árnyéka volt önmagának. Főzni már meg sem próbált, így mindketten szalámi spiritóson éltek. Illetve majdnem mindketten. Hanna kilopogodott az előszobába, és tökéletesen beigazolva látta a gyomóját. Ugyanis apa a résre nyitott ajtónál állt, és halkan suttogott. Most nem lehet drága, Joli néni, nem szabad, Hanna itthon van. Jaj, szép jön el maga, kis csati, szólt Jolánka néni az ajtó túloldalára. Csst, halkabban, meghallja, rémlődött apa. De hát miért az ég szerelmére? Ez nem bűn, érvelt Jolánka néni. De jó, maga tudja, könyörögni nem fogok. Az Isten szerelmére ne tegye ezt velem! Jolánka néni érezte, hogy nyert ügye van, ezért benyújtotta a rakétákat. Csak egy nap a világ, Csaba. Nem tudjuk, hogy holnap mire ébredünk. És ez csak egy kis töltött paprika. Hogyan? Töltött paprika? Nyert nagyon apa. Egy kis zsengécske kis paprika. Nem is vettem volna meg, hogyha nem mosög rám a piacon. Jolika, maga egy angyal, a tiszt is olyan leheretni alatta. Folytatta tovább az öregasszony. Apa bólintott. Megyek, tette ki hirtelen elhatározással. Jöjjön, ne kéresse magát. Hanna azt sem tudta, hogy sírjon vagy nevesen ennek a nevetséges párbeszédnek a hallatán. Értette ő, hogy apa nehéz helyzetben van, de ez az ételfüggés nagyon is szánalmas volt. Elővette az iskolatáskáját, ám végül úgy döntött, hogy a leckeírás várhat még egy eszkájpa zsófban. Ekkor kulcscsörgés hallatszott. Hannában még az ütő is megállt, hogyha anya képes most hazaesni, apa tutira lebukik, és ebből nagy botrány lesz. Sziasztok! Hanna megállapította, hogy a botrány elkerülhetetlen. Hogy hazajöttél? Kérdezte Hanna megszeppenve. Anya összehúzta a szemöldökét. Cudar hangulatban volt. Menjek inkább vissza? Nem, dehogy. Csak holnapra egyetem magad. Hiányoztatok. Mondta anya szintelen hangon, és bekukucskált a szobába. Hol van apád? És milyen volt a tanfolyam? Terelt Hanna. Ez innentől fogva nem téma. Hol van apád? Nem volt jó. Hol van apád? Csak kiment sétálni, mondta Hanna, és nyelt egyet. És magyarázkodásképpen hozzátette. Levegőzik. Anya összehúzott szemekkel nézte Hannát. Apád, a szabad levegő? Kérdezte. Hanna, te megőrültél? Még életében nem ment ki önszántából fedett helyről. Hanna az egyik lábáról a másik lábára állt. Nem tetszelte nekem. Nézd csak a szemembe, jaj, anya, hagyjál már! Nem mondta az igazat. És kisvártatva felkiáltott. Mit tettéltek? Megint ott van. És sarkon fordul, és kivérzott az ajtón. Hanna csak Jolánka néni ajtaján elérte utol. Anya, ne csinálj botrány! Suttogta Hanna, de anyát nem hatotta meg Hanna könyörgése.
egyik kezével dörömbölt, másikkal pedig csengetett. Nyissa ki! Jaj, hogy ez annyira ciki! Bentről csoszogás hallatszott. Á, Mikikém! Szólt Jolánka néni megédesen, de az ajtót mégsem nyitotta ki. Most nem tudom beengedni, vendégem van. Igazán? És kicsoda? Kérdezte anya diadalmasan. Grétike, a barátnőm, az Ike van adtam a folyamról. Igaz, Grétikém? Igaz, Jolikám. Hangzott bentről egy elváltoztatott férfi hang. Na ne szórakozz velem, Csaba! Nyisd ki az ajtót. Hanna kissé erőtte magát, amikor meglátta apját, Jolánka néni apró konyhájának megrakott asztala előtt. Olyan bűnbánó képpel nézett a belépőkre, minthogyha minimum pénzhamisításon kapták volna. Mit művelsz te itt? Kérdezte anya egy inkvizítor szigorával. Eszem, mondta apa. Anya hisztérikusan felkiáltott. Elegem van a férfiakból és a vadállati szokásaikból. Kikém, nyugodjon meg! Próbálkozott Jali néni, de nem jár túl sok sikerrel. Nincs semmiféle Vikikém, Nikoletta nevem, és maga csak ne szóljon bele. Nem szégyeli magát, elcsábítja a férjemet mindenféle férdisznókkal. De hát, zörögnek a csontjai szegénynek. Hogy lehetek férfit így tartani? Olyan sávat, mint a fogyóhold, mert rossz a lelkismerete. Vágta ki anya. Nekem? És neked? Emelkedett már föl apai szólásra. Nem Károlyjal mulattál eddig? Ki az a Károly? Kiáltott fel anya drámai hangon. Ki az a Károly? Nyomakodott közelebb Jolánka néni. Nem ismerek többé semmiféle Károlyt, neked pedig jó szórakozás, Csaba. Most hová mész? Eredt Hanna anya nyomába. Átmegyek Angéla nénihez, és ezúttal a bubkóék csengőjére feküdt rá.